Mindig nagy kihívás egy Makovec épület kivitelezése, de a végeredmény magáért beszél. Osztotta meg stábunkkal az építés irányítását végző igazgató. Nincs benne egyetlen egy derékszög, nincs benne egyetlen egy egyenes vonalú fal. Minden íves, ráadásul térben is mozognak ezek a szerkezetek. Kihívás. Próbálunk megfelelni neki. Sajnos azzal, hogy egy kicsit később tudtuk a kivitelezést megkezdeni, és most már csúszunk bele a télbe az őszből. Rövidülnek a napok, egyre nehezebb körülmények között haladunk előre. Ennek ellenére azt gondolom, hogy jó minőségben és ütemben tudjuk végezni a kivitelezést. A csúszdatorony hamarosan eléri végleges magasságát, zajlik a családi és élménymedence falazása, az öltözőblokk alaplemeze és falszerkezete is elnyerte végleges formáját, és elkészült a vízkezelő berendezések föld alatti tartályrendszere. Az önkormányzat a meglévő termálvizes medence melletti munkaterületet a héten adta át a Fehérép Kft. Munkatársainak. Itt egy új, minibárral ellátott, impozáns kültéri medence kerül kialakításra. Az itteni munkálatok egyelőre nem akadályozzák a fürdő ezen részlegének működését, erősítette meg Horváth Attila. Az eredeti organizációs ütemezés szerint ezt a területet a kivitelező teljes egészében megkapta volna. Látva azt, hogy ez ennek a fürdőnek egy rendkívül fontos és látogatott része, ezért kollégáimmal úgy döntöttük, hogy átgondoljuk az organizációt, és egy kerítésrendszerrel megpróbáltuk lehatárolni a munkaterületet, illetve ezt a fürdő részt. Mindaddig, ameddig a munkák előre haladásával tudunk egymás mellett fürdeni és mi dolgozni, addig ezt az állapotot megpróbáljuk fenntartani. A tervek szerint az itteni munkálatokkal párhuzamosan még karácsony előtt megkezdődhet a családi és élményzóna tetőszerkezetének építése, melyhez már megérkeztek a faszerkezetek. Ezzel egy időben a pincét fogják betonozni, valamint sor kerül a falfelületek festésére. A felsőbb szintek beltéri munkafázisai márciusra várhatóak, amikor már fedett lesz az épület, hiszen az elképzelések szerint akkorra már a helyére kerülhet a 10 kupolával és az egy csúcsos elemmel díszített tető.